ha Bács-Kiskun megye nem lenne annyira hatalmas, mint amennyire az, a vándor akár már érkezéskor megláthatná a másik végét. Mintha az itt élők gondos és alapos munkával úgy terítették volna le a Duna és a Tisza közé, hogy redő és gyűrődés semmiképp ne legyen rajta. Ma is ugyanez a törődés jellemzi őket. Ha valamit csinálnak, mindig a legnagyobb odaadással teszik.